stratégiára, ami itt az A10-ben, a TGP-nél lehet beállítani, itt a Control Page-en, legyen Latch On. Ez azt csinálja, hogy amikor én megnyomom a Pinky Switch-et a joysticken, jön az a kezdet folyamatosan, látszik is, ahogy megnyomtam, folyamatosan lézerez. Még nem is dobtam rá a bombákat, de például a GBU-12-es esetében be lehet állítani, ugye először is CCRP módba kell rakni, be lehet állítani, hogy autoléz legyen, illetve a lézterm, hogy be lehet állítani neki, de én most nem szeretném, hanem azt mondom, hogy folyamatosan szeretném lézerezni a célpontot. Közben a legifjabb a szétszedi a berendezést hátul. És ilyenkor végig fogja világítani nekem a célpontot. Na most ezzel csak két baj van. Az egyik, hogy ugye végig rajta kéne tartanom a célponton a TGP-t. Tehát nem tudom elvenni onnan addig. Másik, hogyha bármilyen oknál fogva nekem ezt abortálnom kell, akkor, illetve mellette nem tudok más csinálni. Tehát a latch on nagyon jó abból a szempontból, hogy nem kell más, mással foglalkoznom, csak ezzel, illetve csak azzal, hogy rajta tartsuk a célkeresztet a célponton. Na, nézzük csak. Ott is van, le is számol. 6-tól kezdve nyomom. 3, 2, 1, pico. És mint a kezdve nincs más dolgom, repülök egyenesen. Gét alul számol, hogy 24 másodperc múlva lesz a becsapódás. És telibe is találtam. Ez többek között akkor jó például, hogyha a célpont, mint ő, mozog. Nagyon jó akkor, hogyha mozog, ugyanis folyamatosan követi és folyamatosan korrigálja az esését a bombának. Tehát a GBU-12-est, illetve az összes célpont, vagy összes fegyvert, bombát, amit lézerrel lehet kioldani, illetve lézerrel lehet irányítani, így lehet rajta tartani mozgó célpontot. Nagyon egyszerűen kijelöljük, és csak annyi dolgunk van, hogy ezt a célkeresztet rajta tartsuk. Ami ugye normális esetben, hogyha nem csinálunk semmi mást, nem fordulunk él irányból, meg ilyesmi, akkor ráadásul magától rajta is tartja. És akkor még egyszer, Pico. Én közben természetesen fordulhatok, de csak addig a pontig, ugye amíg a saját gépem nem állja útját ennek. Mert ahogy látszik, be is mentem, és ő megpróbálja visszahúzni a repülőmre a bombát. Tehát hogyha én itt szándékosan elrontottam. Látszik is, hogy messze nem talált sehol sem a bomba. Valószínűleg egyébként valahova ide esetett. Szerintem. Nagyjából ennyi. Ez volt az első bomba, amit egész jól célra tartott, és egész pontosan találtál. Ott van a két truck. Teli találat. És ez az, amit szándékosan húztam fel, mert nézzük meg, figyeljük meg, mennyire próbálja megkorrigálni. Itt még ugye nem húztam bele.
Abszolút sehol nem volt a közelében se.